Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, képzeld el, nálunk reggel van, elég kora, kb. 8 óra lehet, nincs rajtam az órám. Munkásruhában vagyok, ugyanis dolgozunk, de nem dolgozunk. Lemás vettem, mint egy hajót, képzeld el, egy nagyon szép, ilyen csúnya, koszos hajót, és meg is mutatom, ugyanis itt van mellettünk. Apukámmal most ide jöttünk, ez egy farmon van ez a hajó, mutatom. Itt vagyunk egy ilyen farmon, elég csendes a hely, úgyhogy majd próbálok nem hangoskodni, mert ki van itt a semmi közepén, szinte egy a hegyekbe, és mutatom a hajót. A hajó végül is ott áll. Most értünk ide egy ilyen fél órája, 20 perce, megmutatom a hajót, hogy hogy néz ki, ennek fogunk ma nekiállni, ugyanis a hajót megvettem, de csak a hajót, semmi más, az utánfutó nem az enyém, és mielőtt rámegy a vízre, le lesz festve. Az illető, akitől megvettük, már lecsiszolta az egész hajót, a tetejét, az alját, le is szórótapasztalta, azt hiszem, azt mondta. Vagy hogy hívják magyarul? Tudod, így le van fújva ilyen prima valamivel. Úgyhogy mi nekünk azt kell csinálni, hogy ki kell még egy kicsit takarítani, egy pár dolgot el kell tüntetni, és nekiállunk festeni. Körülbelül egy jó pár napban beletartja, lefestünk mindent, aztán a bácsi, az az illető majd lerakja nekünk a vízre. Úgyhogy mutatom a hajót. Na, itt van a hajó, mutatom. Van itt még sok mindent, a Bobcat például, de ez a mi hajónk. Motorosnak fogjuk megcsinálni, nem lesz rajt vitorla, és vitorla minden le van ugye róla véve, én nem tudok vitorlázni. Megmutatom, először körbe sétálok, itt egy lakóautó is. Az állapota ilyen, azért nem fizettem olyan túl sokat érte, elég jól le tudtam alkudni, képzeld el. Mondjuk azt, hogy két hétre 100%-ot és csak 25%-ot fizetek a hajóért. Árat nem én akarok mondani, ugye, mert úgyse tudtok viszonyítani nagyon, de szerintem nagyon, nagyon szép, jó nagy, 23 futos. És így néz ki. Felmászunk a tetejére, ablakot kivette már apukám. Amúgy első ránézésre nem a legjobb állapotban van, ide megy majd a motor. Oda néz, szépen ki lehet menni az elejére. Ott van lehet aludni elő, ott van ugye ez az ágy, aztán ide megy majd a konyha, itt van egy ilyen ülés ágy, amit át lehet alakítani egészen be oda hátulra. Elég koszos még, aztán ez a fele hasonló, ez az asztal, ami ugye felmegy, és oda fog majd ülni. Végül is úgy néz ki, mint az én hajom a mostani, amit ugye eladtam, mert ugyanaz a gyártó készítette a hajót. Tehát csak nagyobb verzióban, ahogy szinte majdnem ugyanaz, ja, meg van benne egy WC itt. Úgyhogy ezen fogunk most dolgozni, és reméljük, hogy szép lesz, mikor elkészül. Én is van egy tervem, hogy szeretném, hogy kinézzem, és remélem, hogy úgy fog kinézni. Na mindent, most gyorsan nekiállunk. Aztán majd megmutatom később, hogy meddig jutottunk a nap végén, vagy közepén, ugye mikor befejezzük. Most meg fogjuk takarítani, aztán majd meglátjuk, hogy mit kell egyre csinálni. Ebédszünet, legalábbis reggeli szünet, 10 óra, majdnem, hogy 10 óra van, azt hiszem, tudom. Gyorsan megy az idő, 90:48, megmutatom, meddig jutottunk. Közben látod, viszem az eszközt, pénztárcámat ott hagyom, kulcsot. Elhozom apukámét is. Ott vannak a takarók, az ülések. Aztán meg valahogy fent teszünk az árnyékba. Abban reménykedtem, hogy kígyó nincs a hajóban, eddig még nem találtam benne. Én is ugye ezen fönn a részen, ez a hegyes részen, úgy sok kígyó van. Várj, de lerakjuk addig az eszkét. Na, mutatom, mit csináltunk. Apukám azt csinált, hogy lekaparta itt körbe ezt. Ide megy majd a gumi. Kell ugye venni új gumit. A régit meg a ragasztó le lett ugye kaparva róla. Aztán kivettük az ablakokat. Vagyis apukám vette ki, mert én belül dolgoztam, majd elmutatom. Aztán mit csináltunk más? Nagyon nem csináltunk. Sokáig tartott lekaparni a ragasztót itt körbe-körbe mindenhol. Mindig valamit egy picit annyi elmegy, így is vissza kell ragasztani az új gumit, meg kell venni. És most visszamegyünk a hátuljába, felmászunk.
Amúgy ha gondoljátok, majd írjátok meg, mit gondoltok erről a hajóról. Na, oda néz. Kiszedtem mindent, legalábbis nem mindent, de sok mindent. Ennyi mindent találtam benne. Akkumulátort, ajtók, falak. Levettük a tetejét. Tehát, kivettem azt a falat. Ugye majd visszamegy a fal, csak nem így megy vissza, mert át lesz rendelve a belseje. Kapcsolótáblát kiszedtem a helyéről. Aztán itt volt az akkumulátor bent. Azt is kiszedtem a WC-nek, ugye itt van a kimenete. Megnéztem, hogy el van-e zárva, hogy működik-e. Nem tudom, hogy működik-e, de van zárva, hogyha a víz nem tud bejönni, legalábbis nagyon remélem. Aztán úgy csináltam. Kivettem az asztalt ugye a helyéről. És most úgy néz ki, hogy nem a legszebb. Apukám hangos. De ha készen lesz, szép lesz. Úgyhogy most meg ebben ebédelünk, eszünk valamit. Aztán folytatjuk tovább. Azt mondtam, hogy lehet, hogy kitakarítjuk, és lehet, hogy a belsejét is ki fogjuk festeni, majd meglátjuk. És a belseje el lesz takarva, tehát lesznek itt ilyen... Ha meglátjátok, meg az alján is. De... Így nehéz elmagyarázni, hogy én mit akarok, meg ugye majd mi lesz belőle, de hogyha kész lesz, hidd el nekem, hogy szép lesz. Meg most a fejembe adom. Na mindegy, megyünk enni. És hazaérkeztünk. Képzeld el, nem fejeztük be a hajót, de mára befejeztük. Mondom, összepakolunk, és megmutatom nektek, hogy mit csináltunk ma. Összepakoltunk, letakartuk a hajót, és utána jutott eszembe, hogy most hogy fogom lefilmezni. Tehát sehogy. Úgyhogy a mai munkánkat, amit csináltunk, nem tudtam lefilmezni, de a legközelebbi videóban le fogom filmezni, ugyanis holnap reggel megint megyünk, meg holnap után is megyünk, úgy néz ki. És egy pár napban bele fog telleni a külseje, a belsejét valószínű, hogy nem fog tudni befejezni, nem valószínű, biztos, hogy nem fog tudni befejezni a belsejét, majd akkor, hogyha rajt lesz a vizem. A másik hajó még mindig a vizem van, tehát azt majd ki kell vennem. Ha minden igaz, a hét végén, jövő hét elején azt elviszik, ugye be tudom rakni a kikötőbe, hogyha befér, nagyon remélem, hogy befér, és ott tudunk dolgozni majd a belsején. Tehát ez egy vitorlás hajó volt, ugye egy 23 fut, nem volt, hanem az is. Meg is volt, de most nem az lesz, tehát a vitorlát nem fogom feltenni, hanem át lesz lakvítva a motoros hajónak. Egyelőre egy 25 lóerős motor lesz rajta, a jövőben lehet, hogy rakok rá majd egy nagyobbat, majd meglátjuk, hogy hogy megy. Bár a kis hajónkon is 25-ös volt ugye ez a motor, és nem száguldozott, mert nem tudja rendesen kinyomni a vízből, mert ugye vitorlás. De ami jó a vitorlásban, kuc-kuc között köhög a Davis, hogy ha rámész a hullámokra, ugye a másik hajó az így dabál össze-vissza, de hogyha ez fel is fordul az oldalára, akkor is visszamegy, visszaáll ugye, mert a tőkesúly van az alján. Tehát ez az egyik oka, amiért szeretem ugye ezeket a vitorlásokat. Meg mit? Mi a helyzet? Ja, na, add ide. Úgyhogy most elkészülődünk. Feleségemet elviszük az orvoshoz, ugyanis kérdezőre fáj a füle, hazajöttem és fájt a füle. Úgyhogy mondtam, akkor irány az orvos, még mindent jobban fáj és este nem alszik senki se. Legalábbis a feleségem, ha lehet, hogy így sem fog, attól függ, hogy mennyire fáj, meg mit kap a fülére. El kell menni a boltba. Ugyanis kell venni teát, azt hiszem. Aztán benézünk a szüleimhez valószínű. Közben megnézzük, mit csinál a Lucas. Reméljük, hogy készen van, és nem mesztelenkedik. Na, szervusz! Na jó, készen vagy? Jó. Na jó, milyen volt a napod? Jó. Jó, ez most már mi a második heted az iskolában? Jó. Mi? És hogy tetszik az utolsó év? Jobb, mint az előző? Hát jó. Hát jó. Hát jó. Hát akkor jó. És hányadikas vagy most? Mert mindenki azt fogja kérdezni. Hatodikas. Mindenki kérdezi a tudom. Az én nem mindenki ugye tudja. Már azt mondták, mostában nem vagy bele, benne a videó olyan sokszor úszba, az a reluxáló fény. Hát igazából nem. Hát igazából nem. Miért nem? Nem is tudom, hogy miért nem. Mert mostában nem tudom. Ja, mert mindig ott vagy benn. Amit nincs mindig ott benn, csak akár csak filmezzek, mindig ott van. Na mindegy, bezárjuk az a lakókat. Ugye az a szerencsére képzelő, egész eddig esett az eső, és most, mától kisütött a nap, elment a felhő. Tehát nem azt, hogy egész ideje, záprok voltak egész héten, meg eső, meg minden, és gondoltam, hogy lehet, nem fogjuk tudni lefesteni a hajót, ha neki állni, de szerencsém volt, és neki tudtunk állni. A jövő hét végére megmondja az esőt. Na mindegy, bezárjuk ezt is. Behúzzuk. Mit mondasz? A kaput be kell zárni. Mit?
Mi van, bugyi, Matyi? Nyuszi, 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 nyuszi. Nem sokára jön a nyuszi. Mit csinálsz? Ja. Hey. Na mindegy, úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem, ugyanis már nem fog tudni itt filmezni délután, mert a feleségem elmegy az orvoshoz, ott hagyjuk, és a Lucas-szel meg a Davis-szel menni egyszerre egymagamban néha egy kicsit nehézkes, meg még közben filmezni is, az lehetetlen. Nem lehetetlen, de nehéz. Na mi? Úgyhogy mi van? Ott van a... A pénztárca. Megvan. Azt hittem, ott hagytam. Te! Ott hagytam a pénztárcát, akkor bajba lettünk volna. Na mi? Tehát a következő videóban, jó, azt mondja, majd csak jövő héten fogjátok látni. A hajó már közel, a külseje, legalábbis nagyon remélem közel lesz a kézhez. És meg fogom nektek mutatni, hogy milyen szép. De jövő héten valószínű, hogy kettő videó lesz, ugye ezen a hétfélgén csak ez egy volt. Ugye nem volt semmi érdekes, amit tudtam volna filmezni, a mai nap pedig ma szombat van mi nálunk. Tehát, na minden, értitek? Tehát a jövő héten szombaton megmutatom nektek, hogy mit csináltunk egész tegnap. A következő videóban meg, hogy milyen lett a hajó valószínű, hogyha elkészül. Legalábbis nagyon remélem, hogy el fog készülni. Ja, attól függ, milyen az időjárás. Hova? Mi van? Kell kivenni egy autót. Mit? Egy autó. Hogyan tudom kivenni? Na. Szerintem, hogy tudom. Na minden. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól függ, amikor nézték, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szervusz! Szia! Hoppá! Sziasztok!